A munkabiztonsági foglalkozás egészségügyi tűz- és környezetvédelmi egyesületnek megközelítőleg 80 tagja van Nyíregyházán, akik számára évente 4 szakmai konferenciát rendeznek. Az elmúlt évben 1300 új jogszabály jelent meg, ezeknek a jelentős része érintette a környezetvédelem területét is. Egyrészt az anyagi szabályok is változásra kerültek, illetve eljárási szabályok is. Például jelentősen csökkentek az ügyintézési határidők, illetve több szakterületen, levegős szakterület, hulladékos szakterület jelentős változások, illetve új jogszabályok következtek be. Ezeket a változásokat, illetve az ebből fakadó különböző adminisztrációs és egyéb teendőkről kívánok tájékoztatást adni az előadás folyamán. Az évelei találkozón a tavaly óta bekövetkezett változások mellett bemutattak egy óvodások és iskolások számára készült tűzvédelmi oktató mesekönyvet is. Első részben a környezetvédelmet érintő jogszabályváltozásokról lesz szó, a második részben az egyéni védőeszközökkel kapcsolatos egy termékbemutató, illetve jogszabályokról, amelyek most változnak, az EU elfogadta az új direktívákat, és a harmadik részben pedig az egyik nagyon érdekes téma a Pompia Tűzmanó című előadás. A környezetvédelmi szakterületen jelentős nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettsége van a gazdálkodó szervezeteknek, aminek a közelgő bevallásával kapcsolatban is történtek változások.